2023-ban is kiemelkedő jelentőségűek lesznek a közlekedési fejlesztések Debrecenben, hiszen, ahogy ezt évek óta elmondjuk és tesszük is, a város növekedése, a gazdaság növekedése, a forgalom növekedése mindenképpen indokolttá teszi, hogy komoly beavatkozásokat hajtsunk végre. Az elmúlt évben is több nagy csomópont, illetve a Kishegyesi út, mint a városba bevezető útnak a rekonstrukciója, felújítása valósult meg, és most átmegyünk a keleti oldalra, és ott a város egyik legforgalmasabb keleti ütőere, a Sámsoni útnak a felújítása kezdődik meg. A keleti oldalon a jelenlegi 2x2 sávos végponttól, a Simon István utcától a Báthori utcáig tart majd a felújítás első belterületi szakasza. 2x2 sávosítással, kerékpárúttal, járdával és hát természetesen a közművek kiváltásával fognak a kivitelezők foglalkozni a következő időszakban. 2024 őszére készülhet el majd ez az első ütem. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy sikerült ebben a tekintetben is előrelépni 2023-ban. 2022-ben több olyan döntést hozott a kormány, amely különböző projekteket állított le, de az országgyűlési képviselőkkel összefogásban sikerült elérni azt, hogy a Sámsoni út fejlesztése az végre elkezdődhessen. Az egyik legnagyobb forgalmú út, és hát az első szakasz ugye a várostáblától a vasúti keresztezés irányába megy majd. Márciusban a közművek kiváltásával fognak találkozni majd az arra közlekedők. Nyilván már ekkor megjelennek a forgalomkorlátozások, és hát kérem a türelmüket, hiszen majd a 2x2 sávosabb bővítést követően sokkal komfortosabban lehet majd közlekedni a városnak ebben a részében is. És hát ez egy hosszú folyamat, azt is el kell mondani, hiszen, ahogy említettem, 2024 őszéig tart majd az első belterületi szakasznak a rekonstrukciója. A becsatlakozó utcáknak a felújítása is egy-egy szakaszon megtörténik majd, és aztán pedig majd a második szakasz következik a vasúti keresztezéstől egészen a Kassai útig, de ez majd csak azt követően, ahogy az első ütemmel végeztünk.